Sziasztok, ez itt a Sminksuli sorozat nulladik része, ahogy ígértem, és ez a nulladik rész az arcápolásról fog szólni. Méghozzá azért, mert úgy gondolom, egy jó smink alapja az a megfelelően tisztított és ápolt bőr. Tehát tényleg ez nagyon-nagyon fontos. És képzeljétek el, hogy ugyanúgy, ahogy például egy házat egy megfelelően kitisztított és szépen lealapozott alapra építünk meg, ugyanezzel hasonlattal érhetünk a sminkelés során egy szép sminket, egy megfelelően megtisztított, hidratált, szép arcbőrrel kell, hogy felvigyünk, illetve így érjük el a legszebb hatást, és ezzel teszünk a legjobbat tulajdonképpen magunknak és a bőrünknek is. Úgyhogy ebben a nulladik részben az arcápolást fogom nektek megmutatni, ami kötelező lenne minden nőnek, szerintem minden reggel és minden este nagyon-nagyon fontos. Már csak azért is, mert gondoljatok bele, hogy az arcunk és az arcbőrünk az, ami mindig látható, mindig szabadon van, télen, nyáron, napsütésben, hóesésben, szélben, esőben, bármilyen időjárásban, akkor az arcunk az, amit először megnéznek, vagy látnak rajtunk az emberek. Tehát tényleg az arcbőrnek az ápolása annyira fontos, és sajnos én így az oriflame-es munkám során is azt látom, hogy a legtöbb nő nem fordít elég időt, vagy elég gondot az arcápolásra. Pedig igazából, meg fogom mindjárt mutatni, ez egy 2-3 perces rutin reggel és este, ami tényleg így a fogmosás előtt vagy után 2-3 perc alatt megvan, és nagyon nagy különbséget ad az, hogy milyen lesz a sminkünk, és egyáltalán milyen lesz az arcbőrünk, még hogyha esetleg nem is akarunk sminket viselni. És nagyon-nagyon meghálálja a bőr, én úgy gondolom, én látom édesanyámon is, aki már 60 éves elmúlt, és tudom, egész kislánykorom óta tudom, hogy mindig is ápolta az arcbőrét, és meg is látszik, és majd mutatok róla nektek egy képet, vagy lehet, hogy ide beteszek a videóba, simán 10-15 évet letagadhat. És úgy gondolom, azért én is 34 éves vagyok, és azért így megjelenésre meg a bőröm, ugye most nincs rajtam semmi az égvilágon, most fogjuk megcsinálni az arcápolást, tehát a bőröm alapján is azért úgy gondolom letagadhatok egy pár évet. Jó, nyilván ennek része genetika is, viszont én is azért már 20 éves korom óta mindig igyekszem rendszeresen ápolni a bőröm, most meg már azért 30 felett tényleg nagyon odafigyelek, hogy minden reggel, minden este meglegyen, és én úgy gondolom azért ez meg is látszik, meghálálja a bőr. Szóval az arcápolásnak az első lépése az a tisztítás. Én hoztam nektek most egy egész arcápoló szettet, ugye tudjátok, hogy az Oriflame-től a Novage szettet használom már régóta, úgyhogy én ezt fogom nektek bemutatni, de hogyha valaki nem ezt a termékcsaládot használja, az sem baj, tehát igazából amit szeretnék elmondani ezzel kapcsolatban az, hogy a legjobbat akkor teszitek a bőrötöknek, hogyha egy márka termékeit használjátok, és nem pedig van egyfajta arclemosó, egy másik márkájú tonik, egy harmadik márkájú arckrém, egy negyedik márkájú szérum. Ezzel sosem fogtok elérni igazán jó eredményt, hiszen mindig egy márka a termékeit úgy fejleszti, hogy egymás hatását kiegészítik, és vagy fokozzák. Úgyhogy, ha nem is a Novage szettet használjátok az Oriflame-től, akkor is azt ajánlom, hogy igyekezzetek egy márka termékeit is megtalálni, egy termékcsaládot, ami nektek beválik, és jó, és tényleg minőségi is, és mondjuk megfizethető is. Én például ezért választottam az Oriflame-et, mert nagyon-nagyon prémium minőségű, viszont mégis egy megfizethető kategóriás, és többnyire növényi és természetes összetételű. Úgyhogy nekem nagyon-nagyon bevált, tényleg most már a harmadik szettet használom folyamatosan minden reggel, minden este, úgyhogy én ezt fogom nektek bemutatni, mert ezt az ekollagén szettet, amiből most nem tudom mennyit láttok, elég furcsa idő van, ilyen napos felhős, úgyhogy bocsánat, néha világosabb, árnyékosabb a videó, de most ilyen az idő, és most természetes fénynél videózom. Szóval én az ekollagén szettet fogom nektek bemutatni, ami olyan körülbelül 28-30 éves kortól ajánlott. Viszont aki fiatalabb, annak nagyon-nagyon jó, és én is nagyon sokáig ezt a szettet használtam, még így 30 évesen is, a True Perfection Set, amit pedig már akár 16-17 éves kortól lehet használni. A különbség a kettő közt az, a főleg főbb különbség, hogy az ekollagén szettben, ahogy a nevében is benne van, már
van kollagén, ami ugye feszesíti kicsit a bőrt, és a már kezdődő megjelenő ráncokat egy kicsit simítja, feszesíti, illetve kitolja a ráncoknak a megjelenését. Egyébként a Novészet minden korosztálynak elérhető. Tehát ahogy mondtam, egy 17 éves kortól használható a True Perfection szert, körülbelül 25-28-30 éves kortól, attól függ, kinek milyen a bőre, akinek már megjelentek a finomabb ráncok, az nyugodtan használhatja az e-kollagén szettet, ahol már ezeket az apró ráncokat is fogja simítani, tölteni az e-kollagén szett. Körülbelül 40 éves kortól, amikor már kicsit kezd megereszkedni a bőr, és egy kicsit mélyebbek a ráncok, akkor használható az Ultimate Lift szett, és körülbelül 50-55 éves kortól, amikor már a hormonális változás is bekövetkezik egy nő életében, és már kicsit meg is ereszkedik a bőr, mélyebbek is a ráncok, illetve nagyon száraz a hormonális változás hatására, akkor használható a Time Restore Set. Tulajdonképpen ezzel a négy családdal körülbelül 17 éves kortól 100 éves korig teljesen minden időszakra lefedhető az arcápolás. Én ezt is nagyon-nagyon szeretem benne, hogy nem kell idővel keresgélni, hogy akkor mire váltsunk, hanem egyszerűen haladunk fölfelé, ahogy telnek az évek. És akkor most nézzük is meg a helyes arcápolás lépéseit fogom nektek mutatni, illetve itt ebben a kis füzetben is benne van egy segítségképpen a helyes arcápolás lépései. És úgy fogjuk csinálni, hogy el fogom olvasni, hogy itt mit ír, és utána mutatom élőben is, és kiegészítem még azzal, amit én még tanultam, meg amit én még tapasztaltam, mióta használom a szettet. Egyébként maga a szett egy ilyen szép fehér novés dobozban érkezik, és ebben találhatjuk meg az összes termékünket, ami összesen 6 darab termék. Van benne egy habzó arclemosó, egy arctonik, egy szérum, egy szemkörnyékápoló krém és egy nappali, illetve egy éjszakai krém. Most próbálom úgy tartani, hogy láthassátok. Ez szépen el van rendezve a dobozban, mikor megérkezik. Nyilván én ezt már használtam, azért van így, és természetesen minden terméknek, illetve a krémeknek, a szérumnak külön doboza is van. És akkor most végig is vesszük lépésről lépésre az összes terméket, és hogy mit, hogyan és miért érdemes csinálni. Az első lépés tehát a tisztítás, ami nagyon-nagyon fontos. Most elolvasom, hogy mit ír a füzetünk. Tisztítás. Alapos tisztítással eltávolíthatja a sminket és a szennyeződéseket az arcbőréről. A Novage habzó arctisztító zselé és a bőrmegújító arctonik hatékonyan tisztítja, ragyogóvá és üdévé teszi az arcbőrt. Ez az, amit ír, és akkor én ki fogom egészíteni, ahogy mondtam, az én tapasztalataimmal még. Illetve van egy termék még, amit szeretnék ajánlani. Szintén most én a Novage márkától fogom mutatni, de bármilyen arcápoló családot használtok, egészítsétek ki egy bőrradírral. Én ezt a gyönyörű Novage radírt használom, nem tudom mennyire látszik a kamerában, ez egy gyönyörű pasztel rózsaszín színe van, és ezüsttel van rajta a felirat. Szerintem gyönyörű a csomagolása. És ez egy hámlasztó arcradír, kémiailag is hámlasztja egy picit az elhalt hámsejteket, és vannak benne pici szemcsék is, tehát fizikailag is tudjuk vele radírozni az arcbőrt, de nem túl erős, nem túl durva, nekem extra érzékeny a bőröm, egyébként ezt hozzáteszem, és minden termékkel teljesen maximálisan meg vagyok elégedve. Szóval ezzel én még kiegészíteném a tisztítás és hidratálás lépéseit. Körülbelül hetente minimum egyszer érdemes jól leradírozni az arcbőrt, hogy eltávolítsuk az elhalt hámsejteket, és az új sejtek könnyebben, az új egészséges táplált sejtek könnyebben a felszínre tudjanak jutni. De mindezek előtt az első és legfontosabb lépés a tisztítás, amihez van egy ilyen habzó arctisztítunk. Ezt tulajdonképpen úgy szoktam mondani, hogy olyasmi, mint egy folyékony szappan az arcnak. Hiszen ugye a szappannal semmiképp nem jó tisztítani az arcbőrt, mert nagyon-nagyon szárítja és áborítja a pH-ját az arcbőrnek, úgyhogy a sima szappan ezért nem ajánlott. Viszont ez a habzó arctisztító, ez tökéletesen eltávolítja a szennyeződéseket. Nem bírok itt közben beszélni, bocsánat, csak nagyon próbálok figyelni mindenre, hogy mindent elmondjak. Tehát, hogy az arctisztítás miért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos, és én ezt főleg itt tanultam meg az Oriflame-nél.
Képzeljétek el, hogy volt egy teszt, megnézte az Oriflame, hogy egy átlagos nap után mi van az arcbőrünkön, és képzeljétek el, hogy még akár macska ürülék is kimutatható volt. És hogy miért van ez? Ugye nyilván nem azért, mert belefekszik bárki is, hanem azért, mert ugye az utcán kim vannak a szennyeződések, megszárad, a szél felkapja, viszi, és az arcunknak pedig van egy ilyen fagyús rétege, amiben nagyon könnyen beletapadnak az ilyen mikroszennyeződések. Most képzeljétek el, hogy ez a fagyús réteg, ahogy beletapadnak a pici szennyeződések, ez a nap végén sima vízzel nem tudjuk lemosni, ugyanúgy, ahogy például egy zsíros edényt sem tudunk sima vízzel tisztára mosni, ha nem kell hozzá a mosogatószer. Ugyanígy az arcbőrünket is csak egy folyékony habzó arctisztítóval tudjuk teljesen tisztára mosni, ez egy picit megoldja ezt a fagyú rétegét a bőrnek, és teljesen jól kioldja ezáltal a szennyeződéseket is a teljes arcbőr felül. Letéről. Úgyhogy ezt fogjuk első lépésben megcsinálni. Én most hoztam ide magamnak vizet és vattakorongot, és kicsit benedvesítem az arcom, mint hogyha ugye a csapnál lennék, és benedvesíteném az arcom. Illetve fogok segítségül hívni egy kis arctisztító készüléket is, ami szintén az Oriflame-nél kapható, ez a Skin Pro arctisztító készülék. Én már nagyon régóta szemeztem vele, úgy általában az arctisztítókkal, és egy ideig nem ismertem megvenni, mert ahogy mondtam, extra érzékeny az arcbőröm, és féltem, hogy túl durva lesz a kefe és irritálja esetleg, de hál' Istennek nem. Nagyon-nagyon jó puha a kefe, úgyhogy tényleg akár érzékeny bőrűeknek is bátran ajánlom, illetve ez a kis kefe, ez külön megvásárolható és cserélhető kettes pakokban, úgyhogy tényleg nagyon jól higiénikus és nagyon jól tisztít. Amit ez a kefe tud, egy az, hogy nagyon-nagyon kellemes érzés, akár a nap elején, akár a nap végén egy kicsit átmasszírozni vele az arcunkat, a másik pedig az, hogy még hatékonyabban tudja ugye tisztítani az arcbőrt, ugyanúgy megint a mosogatós hasonlattal jövök, ugyanúgy, mint ahogy egy zsíros edényt egy jó szivacsal könnyebben elmosunk, mint simán kézzel. Szóval a fejet is megnedvesítettem egy kicsit, és erre jön, ja, és egyébként maga a kupakja nyitható-zárható, tehát utazásnál ez praktikus, és körülbelül egy pumpányi bőven elég, felvisze. Hogyha nincs arctisztító készüléketek, vagy nem szeretnétek használni, akkor természetesen simán kézzel ezt megtehetitek, de én most ezt fogom bemutatni, mert így szoktam a leggyakrabban használni, és itt hátul van rajta egy gomb, amit megnyomunk, és egy percre van időzítve maga a készülék, tehát nem tudjuk túl sokáig használni, és körülbelül úgy érdemes használni, hogy 20 másodperc ide az orca egyik oldalára, 20 a másikra, 10 a homlokra és 10 az ávonalra. Ez egyébként elegendő, és néha én rá szoktam nyomni még egyet, és 2 percig masszírozom, vagy ratírozom az arcomat. Tehát ezt így elindítom, és egyszerűen körkörös mozdulatokkal, ugye rajta van az arctisztító zsenénk, viszem, és ez így szépen fel fog habosodni. Nyilván, hogyha a csapnál csinálom, még nedvesebb az arcom, akkor még jobban felhabosodik, de azért szerintem itt is jól látható. Így szépen átmasszírozzuk egy perc alatt a bőrünket vele, nagyon-nagyon kellemes, és teljesen jól megtisztítja az arcbőrünket mindenféle szennyeződéstől. Hogyha smink van rajtatok, akkor érdemes előtte kézzel, vízzel leöblíteni, és csak utána az arctisztító készülékkel, vagy akár egy sminklemosóval leszedni először a sminknek a nagy részét. És ezzel szépen tényleg egy perc alatt tulajdonképpen megvan a teljes hatékony tisztítás, le is állt, lejárt az egy perc, most nem fogom újraindítani, és ahogy láthatjátok, szépen felhabzott, és eltávolítottunk minden szennyeződést. És most ugye csapnál normál esetben simán vízzel leöblítenénk, de most itt segítségül hívom a kis vattakorongomat, egyébként így szoktuk csinálni a novés tesztelést is a nőkkel, lányokkal, tehát tényleg így bárhol ki tudjuk próbáltatni a terméket. És szépen letörlöm, mintha lemostam volna, és utána van itt nekem egy tiszta törölközőm is, és azzal szépen felítatom a felesleget. Egyébként még ha nagyon akartok vigyázni az arcbőrötökre, érdemes nem így nekiesni és dörzsölni a törölközővel, hanem csak szépen így oda nyomkodni, hogy csak felszívja a felesleges vizet,
és ne dörzsöljük feleslegesen az arcunkat. Ezután, a lépés után jöhet a radír. Ahogy mondtam, ez egy kémiai és fizikai radír is, nagyon-nagyon kellemes és gyengéd. Én ezt most nem fogom felvinni, mert tegnap radíroztam már az arcbőrömet, de egyébként, ha használnám, akkor körülbelül egy, hát egy ennyit mennyi, ez egy nagyobb borsószemnyit nyomnék ki, és szép körkörös mozdulatokkal át radíroznám vele az arcot, és utána pedig ugyanúgy leöblíteném vízzel. És amit még érdemes tudni az arctisztítás során, hogy a pórusaink egy picit lefele állnak, tehát a leghatékonyabban akkor tudjuk tisztítani, hogyha ellenkező irányba, azaz lentről fölfele pici apró körkörös mozdulatokkal tisztítjuk, vagy radírozzuk az arcbőrünket. Ezután, hogyha teljesen tiszta az arcbőrünk, akkor jöhet a tonik, ami így néz ki a szettünkben. És a tonik azért nagyon-nagyon fontos, mert az arctisztító géllel egy picit, ahogy mondtam, ugye megbontottuk ezt a fagyú rétegét és pH-ját az arcbőrnek, a tonikkal ezt visszaadjuk az egészséges savköpenyét az arcbőrünknek, illetve ha még esetleg marad bármilyen szennyeződés, akkor azt is teljesen el tudjuk vele távolítani. Körülbelül egy, nem tudom, aha, talán most látszik, ennyire, ennyit tettem a tiszta vatta korongomra, tehát körülbelül egy ilyen 10 forintos nagyságú mennyiséget, és ezzel szép óvatosan áttöröljük az arcot, a szemkörnyéket ezt természetesen ki lehet hagyni, illetve érdemes kihagyni, ugye a tonika sosem a szemkörnyék ápolására és tisztítására való, és egyszerűen csak így áttöröljük. Ez nagyon-nagyon kellemes és frissítő érzés, és tényleg visszaadja a bőrnek a természetes savköpenyét, és még eltávolítja az esetleg maradt szennyeződéseket is, és felkészíti az arcbőrt a krémre, a hidratálásra. Én utána leszoktam vinni egy kicsit ide a nyakra, egyébként minden terméket nyugodtan le lehet vinni a nyakra, dekoltázsra is. És ezután hagyom, hogy egy kicsit ez elpárologjon, ez a tonik, és jöhet az arcápolás, aminek a következő lépése ideális esetben az a szemkörnyékápoló krém. Ugye ez már egy kollagénes szett, tehát ahogy olvastuk, a ráncokat is simítja, és egyébként ez egy ilyen golyós verzió. De hogyha nem golyós szemkörnyékápolótok van, akkor a legjobb gyűrűs ujjal felvinni, és csak ilyen pici, apró ütögető mozdulatokkal elegendő ide az arccsontnak a legmagasabb pontjára felvinni, és utána majd a szemmozgató izmok belje fogják dolgozni ezt a krémet. Ez segít kitolni egyébként a finom ráncok megjelenését a szem körül, illetve ugye mivel a szemkörnyéken sokkal-sokkal vékonyabb a bőrünk és érzékenyebb, mint a bárhol máshol a testünkön, ezért fontos külön szemkörnyékápolót használni. Tehát ide egyszerűen csak gyűrűs ujjal beütögetem, és gyűrűs ujjal pedig azért, mert a gyűrűs ujjunk a leggyengébb ujjunk. És ennyi gyorsan meg is vagyunk a szemkörnyékápolással. Ezután jöhet a szérum, amit használhatunk akár nappalra, akár éjszakára. Tehát lehet használni kétszer is egy nap, de akár elegendő egyszer is egy nap. Ez a szérum ugye mindig sokkal intenzívebben és töményebben tartalmazza a hatóanyagokat. Én most kipumpáltam egy másfél pumpán itt a kezemre, és ezt egyenletesen így eloszlatom az arcomon. Így sem dörzsölöm túlzottan, hanem inkább ilyen óvatosan bele simítom és belenyomkodom az arcbőrbe. Ugye a szérum, ahogy mondtam, nagyon intenzíven tartalmaz mindig hatóanyagokat, illetve fokozza vagy a nappali krém, vagy az éjszakai krémnek a hatását. És nagyon, minden terméknek nagyon-nagyon kellemes természetes illata van. Olyasmi illata van, mint amikor egy mozsárban összetörünk egy jó, friss, ropogó zöld falevelet. Nekem mindig az jut róla eszembe. És ez azonnal simítja és feszesíti is a bőrt egyébként, én már érzem is. Jó, és
hogyha ezzel is megvagyunk, akkor már egy utolsó lépés van, csak ugye napszaktól függően, nappalra a nappali krém, estére az éjszakai krém, most én a nappali krémet fogom választani, és ebből fogok felvinni. Lehet külön vásárolni ilyen kis adagoló kanalat, ugye, hogy ne nyúlkáljunk bele a krémbe, mert az nem túl higiénikus. Ezzel kiveszek egy körülbelül ekkora mennyiséget, remélem, hogy látszódik. Szépen így eloszlatom egyenletesen az arcomon, és szintén óvatos körkörös mozdulatokkal eldolgozzuk a bőrünkön. És ezzel kész is van, tulajdonképpen ennyi, ha ez már rutinszerűen megy, ugye ez tényleg este 3 perc, reggel 3 perc, ennyi az egész fogmosás előtt vagy után, és nagyon-nagyon meg fogja hálálni a bőröd, illetve te is érezni fogod, hogy sokkal, sokkal jobban érzed magad, sokkal frissebb, energikusabb vagy már ennyitől is. És tényleg azért nem mindegy, hogy 10-20-30 év múlva is hogy fog kinézni az arcbőrünk, és azért nem mindegy, hogy mondjuk a hajunkat festjük, sminkelünk, szép ruhát veszünk, és az arcbőrünket pedig nem ápoljuk, amikor tényleg az van kitéve mindennek szó szerint, azon azért érdemes elgondolkodni, ahogy mondtam, teljesen mindegy, hogy milyen márkát használtok, én nyilván ezt mutatom, amit én szeretek és én használok, de akármilyen márkát használtok, legyen az egy termékcsalád, és használjátok reggel este, akkor tesztek a legjobbat magatoknak és az arcbőrötöknek. Közben el is dolgoztam a krémet, és ahogy láthatjátok, teljesen tiszta, szép, hidratált az arcbőr, egy picit ugye kipirosodott nekem, de ez magától a kenéstől van, mert nekem, ahogy mondtam, extra érzékeny és nagyon fehér, vékony az arcbőröm, tehát tényleg átlátszódik minden pici ér. Illetve a pirosság az egy ilyen hormonális hajlam is nálam, de egyébként mindent összevetve én úgy gondolom azért nagyon feltűnő ráncaim nincsenek még, nem tágak a pórusaim, nem túl laza, meg ereszkedett az arcbőröm, úgyhogy azért szerintem mindenképp látszik az, hogy ezt a pár lépést én megcsinálom minden reggel és minden este. Most nem magamat akarom így dicsérni, csak tényleg azt akarom mutatni ezzel, hogy tényleg érdemes és megéri és látszódik. És egy nagyon fontos információ még a krémekről, és hogy miért fontos az arctisztítás első lépésben. Azért is nagyon fontos, mert például, hogyha csak egy krémet használunk, ugye tisztítás nélkül, azt kell tudni, hogy az ilyen minőségi krémekben már vívőanyag van, szemben a nagyon olcsó pár száz forintos krémekkel, amik csak egy felszíni hámhidratálást végeznek. A vívőanyagos krémek, ahogy a nevükben is benne van, beviszik az egészen a bőr belsejébe az alsó sejtsorig a hatóanyagokat, és ott táplálják a friss, újonnan felszínre érkező kis sejtjeinket. És ugye, hogyha nem tisztítjuk meg teljesen a szennyeződésektől az arcbőrt, akkor sajnos a szennyeződést is be tudják vinni az arcbőrbe, és ezzel szinte még több kárt okozunk, mint hasznot. Tehát, hogyha nem használjátok az első lépést, a tisztítást, akkor inkább ne is használjatok drága krémeket, mert tényleg szinte többet ártunk vele, mint használunk, úgyhogy ezért is nagyon-nagyon fontos az első lépésben a tisztítás, és ezért drágábbak egy kicsit egyébként az ilyen drágább krémek, mert hogy olyan minőségi, tényleg összetevőket és vívőanyagokat tartalmaznak, amivel beépülnek szó szerint a bőrünkben, és nem csak a felszínt hidratálják. Illetve mivel ez ugye a sminksuli sorozat része, nagyon-nagyon fontos tényleg, hogy egy ilyen tiszta, ápolt, hidratált arcbőrre vigyétek fel a sminket. Sokkal szebb és sokkal tartósabb lesz a sminketek a nap folyamán, illetve nem lesz ilyen száraz, repedezett hatású az alapozó, hogyha ilyet látok például valakinél, az lehet azért, mert ha felviszi ugye hidratálás nélkül az alapozót az arcbőre, ugye a mai alapozók már nagyon jó kis gazdag hidratáló hatásról, viszont mivel a bőrnek hiányzik ez a hidratálás, szépen kiszívja az alapozóból ezeket a hidratáló és tápláló összetevőket, és a felület pedig ilyen száraz, repedezett hatású maradhat. Úgyhogy ha ilyet látok, ez például ezért is lehet. Illetve tényleg, hogyha nem is sminkelünk, akkor is én azt gondolom, hogy az arcbőrünk ápolása a legfontosabb, mert ez az, ami ki van téve mindennek, ahogy én már mondtam. Ja, és most esik le, hogy közben elfelejtettem itt olvasni a katalógusban a lépéseket, de
Mindegy, is igazából elmondtam szerintem majdnem mindent, ami fontos, legalábbis nagyon-nagyon remélem. És egy kis kiegészítő aktuális információ, hogyha valakinek esetleg megtetszett a Skin Pro arctisztító készülék, ezt egyébként normál esetben 9900 forintos katalógus áron tudjátok megvenni, és ugye regisztráltként pedig ebből jön le a 20%, viszont most 2017. május 2-ától induló 7-es katalógusban van egy nagyon-nagyon szuper akció, én nem is láttam még ilyet mostanában az Oriflame-nél, szóval, hogyha valaki a 7-es katalógus során vásárolja meg bármelyik Novage szettet, ugye amit itt mutattam az elején, tehát bármelyik Novage szettet vásárolja meg a 7-es katalógusból, az annak most a Skin Pro arctisztító készülék csak 3999 forint. Ez a katalógus ára, tehát szépségtanácsadói áron pedig csak 3199 forint. Ez nagyon-nagyon jó, tényleg ez itt nem a Top Shop reklám helyett, de tényleg 9009 egyébként maga a készülék, és én még nem láttam egyszer se ennyire olcsón, ennyire akcióban, úgyhogy ez most tényleg egy nagyon-nagyon jó ajánlat. Be fogom tenni egyébként ennek a katalógusnak a linkjét, ahol le van írva részletesen ez az ajánlat, illetve minden hasznos infót megtaláltok lent a leírásban. És szokás szerint, ha bármi kérdésetek van, nyugodtan írjatok rám Facebookon, vagy itt kommentben, megadjátok az e-mail címeteket, és felveszük a kapcsolatot, vagy bármi ilyesmi, eddig is megoldottuk sok mindenkivel, úgyhogy nyugodtan kérdezzetek, hogyha szeretnétek ilyen 6-jegyű kódot kiváltani az Oriflame-hez, amivel regisztrált tagként tudtok vásárolni állandó 20% kedvezménnyel, akkor is nyugodtan keressetek meg Facebookon, vagy e-mailben, vagy itt üzenetben, és el fogom küldeni a részleteket hozzá. És hamarosan pedig jövök a sminksuli sorozatunk első részével, hiszen ez a 0. rész volt, ami pedig az alapozás lesz. Úgyhogy addig is gyönyörű szép napokat kívánok nektek, és jó arctisztítást reggel és este 3 perc, ne felejtsétek el. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó, és ahogy mondtam, ha van kérdésetek, nyugodtan keressetek. Legyenek még egyszer csodálatos napjaitok, reméljük jönnek a jobb idők, mert most nagyon hideg, felhős, csúnya idő van, ahogy láthatjátok, el is sötétült egy kicsit a kép, de reméljük hamarosan itt lesz a tavasz. Úgyhogy ennyi volt, azt hiszem, hogy mindent elmondtam, hogyha tetszett a videó, akkor ne felejtsd el lájkolni, és ne felejts el feliratkozni a csatornámra a rendszeres videókért, hogyha nem vagy még feliratkozva. Köszönöm még egyszer, hogy velem voltatok, legyenek szép napjaitok, sziasztok!